Mintha csak tegnap lett volna, pedig már jó pár év eltelt azóta, hogy 2017 nyarán az Arany János utca 45 szám alatt megnyílt a városi húsbolt. Az azóta eltelt több mint 6 év után szükségessé vált egy nagyobb felújítás, amely október hónapban zajlott. November 9-én már újból gusztusos tőkehúsok garmadája, töltelékárok és sok minden más várta a vásárlókat. 3 hétig tartott a felújítás, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ki lett festve az üzlet, illetve az eladótér lett modernizálva, új polcrendszer lett kialakítva, ami a legfontosabb talán az, hogy nagyon sokat bővült az árukészlet, úgy a húskészítmények, amely jelenti azt, hogy nem csak sertéshús, hanem marha is van a kínálatban, illetve az is egy fontos dolog, hogy birkát is lehet vásárolni, azt előre kell jelezni, és akkor a bolt fogja tudni biztosítani. Emellett számtalan új töltelék áru is bevezetésre került a kínálatba, illetve olyan szárazárú fűszerkínálat van, ami talán teljes egészében ki tudja szolgálni azokat az igényeket, hogyha valaki elszalad egy boltba, akkor nem csak a hústermékeket tudja megvásárolni, hanem a hozzá szükséges fűszereket, száraz tésztát, illetve olyan gyorsfagyasztott élelmiszereket, amelyek megint csak az asztalra tudnak kerülni, azaz egy helyen meg fogják tudni vásárolni innentől. A kedves vásárlók nem kell másik boltba feltétlenül menniük. A hagyományos kínálat mellett újdonsággal is szolgálnak az üzletben, hiszen a jó minőségű alapanyagból hagyományos disznótoros készételeket is árusítanak. Lehet a üzletben vásárolni kész ételeket, jelen esetben toroskáposztát, illetve a toroskáposzta mellett hagymásvért is lehet vásárolni. Ezek úgy gondolom, hogy olyan termékek, olyan ételek, amelyek, hogyha nagy mennyiségben készülnek, igen finomak tudnak lenni, és őszintén megmondom, lehet, hogy a háztartások java részében már disznótor nincsen, viszont itt lehet olyan ízekkel találkozni, amivel talán az ember csak évekkel, évtizedekkel ezelőtt találkozott otthon ilyen körülmények között. Mint ismeretes, a boltot az építő és tartósító szociális szövetkezet működteti. A magát a boltot, a húsboltot a Hajdunánási Tartósító és Építőipari Szociális Szövetkezet működteti. A szövetkezetben az elmúlt egy évben sok változás került bevezetésre, racionalizálva lett a gazdálkodás, illetve azoknak az új utaknak, illetve az új termékeknek a feltérképezése zajlott, illetve zajlik napjainkban is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szövetkezet, így az üzlet is hosszú távon tudja a város lakosságát szolgálni, kielégíteni nagyon jó minőségű olyan hústermékekkel, amelyekkel úgy gondolom, hogy amelyekre büszkék lehetünk, ugye ez javarészt a saját termeléséből, magának a város termeléséből, illetve hajdunánási termelőktől származik, ezzel támogatjuk a helyi gazdákat, illetve az asztalra is olyan ellenőrzött, biztonságos élelmiszerek kerülnek, amelyek itt a felgyorsult világunkban úgy gondolom, hogy mindenki számára igen fontos, hogy megfelelő minőségű termékekhez juthasson. Ha végignézzünk a pultokon, korrekt árakat láthatunk mindenhol, és ez is fontos szempont az üzemeltetőnek. Az is szempont, hogy lehetőség szerint minél több családhoz tudjanak eljutni azok a kiváló termékek, amelyek a város termeléséből, illetve a gazdák termeléséből származik, és lehetőség szerint olyan áron, ami elérhető a hajdunánási családok számára. Ez mindig is szempont volt a város, illetve a szövetkezet számára, hogy olyan gazdálkodást folytasson, amivel tudja támogatni így módon is a város lakosságát. A húsbolt a nyár folyamán a piac területén is árusított, aminek valószínű nagyon sokan örültek, hiszen az üzlet egy picit távol esik a városközponttól. Mint alpolgármester úr jelezte, mindenféleképpen tervezik egy másik üzlet megnyitását a piacon vagy a környékén. Az elkövetkező időszakban tervben van véve egy másik üzletnek a nyitása, amely valahol a belvárosban fog megnyitásra kerülni. Ugye itt az elkövetkező időszakban a piac felújítása, illetve új piaci tér kialakítása is meg fog valósulni, úgyhogy ez minden bizonnyal majd lehetőséget fog arra adni, hogy a bolt ne csak az Arany János utcán, hanem a város központban is elérhető legyen, hogy a város lakosai számára minél közelebb legyen, aki a város túlsó végén van, annak minél egyszerűbb legyen megközelíteni, illetve vásárolni.